A Fehérbot nemzetközi napjának célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való teljesebb értékű beilleszkedésük útját. A megyei önkormányzat is támogatta a rendezvény sorozatot, hiszen fontosnak tartja az esélyegyenlőséget, újszerűnek a kiállítást, mondta a közgyűlés elnöke beszédében. Egy héten át láthatók azok a metszetek, amelyeket dr. Szepesi Béla grafikus művész készített. A vakok és gyengénlátók is részesei lehetnek alkotásainak. Szepesi Béla művész úr rajztanszék vezetőinek a munkáját szeretnénk bemutatni, és tulajdonképpen ez a munkáknak a bemutatása attól speciális, hogy vak és gyengénlátó személyek számára válik ez tapinthatóvá ez a munka, ezek az alkotások, hiszen művész úr fametszetek és linómetszeteken keresztül nyitja meg a világot nekünk látássérült személyeknek, kicsit kézzel látható, kézzel tapinthatóvá válik művész úrnak az alkotásai. Az alkotó szerint világtalan ember nincs, mert aki elveszítette látását, annak is van valamilyen fogalma a világról, csak másképp észleli azt. Egy-egy képet megtapintani látó és gyengén látó vagy vak embernek nem ugyanaz. Épp ezért az alkotó is kíváncsi volt, mit szólnak képeihez azok, akiknek készültek. Magyarországon hivatalosan körülbelül 45 ezer vak ember él, a vak és a gyengén látó emberek túlnyomó többsége felnőttként veszíti el látását. A megyében a Fehérbot Sportegyesület programokkal, rendezvényekkel fogja össze a vakokat és gyengénlátókat. Az egyesület javára október 20-án jótékonysági koncertet ad a Republik zenekar.